Az alapvető főzési technikákkal, valamint az asztal élő megterítésével is megismerkednek a gyerekek a Kuktanoda táborban. Naponta kétszer készítenek valami finomságot a táborozók, amit mindig örömmel fogyasztanak el. A tábor során nem csak a főzés szeretetére tanítják meg a gyerekeket, hanem az egészséges táplálkozás fontosságára is. Tegnap táplálékpirulist készítettünk, úgyhogy arra is törekszünk, hogy az ismereteiket is bővítsük, és nyilván az egészséges ételekre felhívjuk a figyelmet. Gyümölcssalátával zárul a péntek délután, tehát zöldséggel, gyümölcsöt is fognak fogyasztani a gyerekek. A Paksi Bezerédi Általános Iskola a város összes iskolájában meghirdette a már hagyományos táborát, amin idén összesen 30 gyermek vesz részt. Bernát Tamástól nem áll távol a főzés, otthon sokat segít az anyukájának a konyhában, főként a panírozásban, de tud rántottát és tükörtojást is sütni. Az elmúlt pár napban sok új ételt tanult meg elkészíteni. Eddig rétes sütöttünk, csináltunk még borzacskát, ami abból állt, hogy egy virslire áttűztük a tésztákat és megfőztük, és csináltunk még pizzát is. A táborozók közül sokan először vannak a Kuktanodában, köztük Petra is. Még 5 éves korában az anyukája és a nagymamája tanította meg főzni. A táborban eddig a pizzasütés tetszett neki a legjobban, amit majd otthon is szeretne elkészíteni. Csapatokban voltunk, és mindenki segített mindenkinek, együtt csináltuk az egészet. Hát megcsináltuk a tészteját, aztán tettünk el szószt, sajtot, és a gépsonkát, kukoricát és megint sajtot. A fő program a főzés mellett a gyerekek olyan dolgokat is csinálhatnak a táborban, amik az iskola éves tantervébe nem férnek bele. Ilyenek többek között a sportprogramok, ott jártunk, hogy például éppen számháború zajlott.